Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester értékelte a 2023-as évet. Stabil évet zárunk, gyarapodtunk és fejlődtünk. 8 autóbusz érkezett Dunaújvárosba, ezzel jóval fiatalabb lett a buszok átlag életkora. Karácsonyi koncertet rendeztek a Móricz iskolában, ezzel zárták az évet. Kicsit megkésett a Mikulás az útkeresés segítőszolgálatnál, de annál több volt a meglepetés. Fontos mérkőzésen is maga biztosan nyertek a futszálosok a hét elején. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják, Dunaújváros legfontosabb híreivel jelentkezünk. Az esztendő végén sokan számot vetünk a magunk mögött hagyott esztendővel, az abban történtekkel, és persze egy kicsit előre is tekintünk. Ezt tette Szabó Zsolt városunk gazdasági alpolgármestere is, aki rövid évértékelőt tartott szerdán délután a Városházán. Szabó Zsolt többször elmondta már, hogy úgy kívánnak politizálni, hogy rendszeresen tájékoztatást adnak a város gazdasági helyzetéről a város lakók számára. A gazdasági alpolgármester szerint a jól ismert nehézségek ellenére önkormányzatunk stabil pénzügyi helyzetben zárja a 2023-as évet. Idén jutott önerőből fejlesztésekre, és arra is, hogy a város segítőkezet nyújtson a szociálisan rászoruló polgárainak. Tavasszal rezsitámogatást nyújtottunk a nyugdíjas városlakóknak. Az energiaválság közepette a városvezetés ezzel a segítséggel köszönte meg a több évtizedes munkát azoknak az idős polgárainak, akik egész életükben Dunaújvárosért dolgoztak, és akik mind a mai napig szívvel, lélekkel elkötelezettek közösségünk értékeinek megőrzése mellett. A város költségvetését az energiaválság és a kormány önkormányzatokat sújtó elvonásainak következtében feszesre kellett szabnunk. Ennek ellenére felelős gazdálkodással és tervezéssel sikerült forrást találnunk arra is, hogy a kormány gazdaságpolitikájának köszönhetően elszabadult inflációt valamelyes kompenzálhassuk, és a legkiszolgáltatottabb városlakók megkaphassák ezt a támogatást. Szabó Zsolt szerint a jelen gazdasági helyzet az idősebb generáció számára komoly kihívásokat jelent. Az idősebb korosztály leginkább az élelmiszerre és a rezsire költ, és éppen ezek ára emelkedett leginkább az utóbbi egy évben. Így ők azok, akik a leginkább elszenvedőivé váltak a kedvezőtlen gazdasági folyamatoknak. A segítség természetesen mindig jól jön, azonban ez hatványozottan igaz a mostani helyzetben, amikor minden egyes forintnak megvan a helye a háztartásokban. Az idősebb generációnál maradva, önkormányzatunk karácsony alkalmából idén is egy összegű támogatást nyújtott a város nyugdíjasainak. A jogosultak körét jelentősen bővítettük annak érdekében, hogy még többen vehessék igénybe ezt a támogatást. Még februárban módosítottuk az iskolakezdési támogatás igénylésének feltételeit. A jövedelemhatár jelentős emelésével itt is kiterjesztettük a jogosultak körét. A módosítással az általános iskolában és középiskolában nappali oktatásban résztvevő gyermekek családjainak nyújtottunk egyszeri 6000 forint összegű pénzbeli támogatást. Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester elmondta még, hogy az energiaválság sok fejtörést okozott az embereknek, de az önkormányzatoknak is. Mivel a távhőszolgáltató önkormányzati kontroll alatt van, így sok dunaújvárosi vállalkozásnak tudta kedvezményes távhőt biztosítani. És szerencsére egy sor fejlesztés indult el 2023-ban. A 2024-es esztendővel kapcsolatban Szabó Zsolt elmondta, hogy feszes lesz a költségvetés, ésszerű gazdálkodással készül a város, szociálisan érzékeny, gondoskodó büdzsét terveznek. Cél a város fejlesztése, az itt élő komfortérzetének és jólétének folyamatos növelése. 8 darab újszerű, alacsony padlós, környezetbarát és klímával felszerelt MAN típusú autóbusz érkezett Dunaújvárosba. Tegnap bemutatták az új buszokat, mától pedig már a városi forgalomban is találkozhatunk velük. Egy sajtótájékoztató helyszínét több minden is befolyásolhatja. Van úgy, hogy nagy helyre van szükség.
mint szerdán délután, amikor egészen egyszerűen a vasműtérre volt szükség, hogy a Dunai városba érkezett 8 darab autóbusz egyáltalán elférhessen. Mondjuk úgy, hogy ez egy szerencsés helyzet, és egyáltalán nem okozott problémát a szokatlan helyszín, se a városvezetésnek, se a volánnak. A város nevében Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester mondott köszöntőt. Jóval többet költünk közösségi közlekedésre most, mint egy 700 millió forintot, mint költöttünk 2019-ben, amikor mint egy 270 millió forintba került a közösségi közlekedés Dunajváros önkormányzatának. Ugyanakkor az látszik, hogyha átszámolnánk, akkor egy vonal jegyet 1100 forintért kéne adni ahhoz, hogy teljes összegében megtérüljön az utazóknak a ráfordítása, de természetesen erről szó sincsen, hiszen csökkentésben van az önkormányzat, 100 forintra vittük le bizonyos kedvezményezetti körben a bérletjegyek árát, ez egy nagy lépés volt, és most már nem csak, hogy olcsóbban, hanem új, csökkentett károsanyag kibocsátású, kényelmesebb buszokon tudnak majd a dunajvárosiak közösség közlekedni. A 8 darab autóbusz nem új, de laikus szemmel nézve nehezen tudná megállapítani az ember a korukat, mert valóban újszerűek, jó állapotban vannak. Erdő Sándor, a Volán forgalmi üzemvezetője arról beszélt, hogy ezek a buszok a budapesti agglomerációból érkeztek Dunajvárosba. Kényelmesek, megbízhatóak, üzembiztosak. Idén karácsonykor már örömmel tudunk beszámolni arról, hogy ezzel a hátunk mögött látható 8 darab újszerű MAN típusú autóbusszal tudjuk fiatalítani a városban közlekedő autóbuszoknak a járműparkját, flottáját. A helyi flotta ezzel javul, utaskiszolgálás színvonalát igyekszünk növelni, és mérsékelve a környezetszennyezést, ahogy a polgármester is elmondta, a város is elkötelezett híve, társadalunk is elkötelezett híve ennek a törekvésnek. A fejlesztésnek köszönhetően a városban közlekedő 19 darabos járműállomány 42%-a korszerűsödik ezáltal. Euró 6 környezetvédelmi besorolású motorokkal, korábbi rosszabb besorolású, Euró 4-es, Euró 3-as besorolású motorokkal rendelkező autóbuszokat tudunk lecserélni. Mostantól tehát a dunajvárosi buszos flotta többsége alacsonypadlós, háromnegyedük klimatizált, modernek. A sajtótájékoztatón Szabó Zsolt alpolgármester arra tett ígéretet, hogy a jövőben is azon dolgoznak majd, hogy még jobb és még komfortosabb legyen a helyi tömegközlekedés. Idén utoljára az iskola tornatermében gyűlt össze a Móricz Zsigmond általános iskola közössége. Karácsonyi koncertre várták a szülőket, a hozzátartozókat, és minden évfolyam bemutatkozott, a vendégek pedig szép dalokat hallhattak a kicsiktől, aztán a nagyobbaktól, a még nagyobbaktól, végül pedig az idősebb diákoktól is, minden évfolyamtól. Hosszú előkészületek és programok sokasága előzi meg az utolsó karácsonyi koncertet a Móricz Zsigmond általános iskolában. Az osztályok megajándékozzák egymást, a tanárokat, a szülőket. Az elmúlt hetekben több játékos programmal, tea délután és fellépéssel készültek a naptári év végére. Elérkezett aztán december 20-a, és idén utoljára összegyűltek a tornateremben, hogy az iskolához méltó zenei programmal búcsúzzanak az esztendőtől. Nálunk itt a Móricz Zsigmond általános iskolában a karácsonyi koncert nem csak egy koncert, hanem már azt megelőzi egy egész Móricz hét. Ez alatt a Móricz hét alatt rengeteg olyan programot terveztünk és csináltunk a gyermekekkel, ami már előkészíti ezt az adventi időszakot, ahol ugye a gyerekek egymással lettek, különböző osztályok, illetve nagyon sok olyan program is van délután, amire a szülőket is meghívjuk és szeretettel várjuk őket. Így rengeteg kézműves, teázós délutánunk volt a hét során. És igazából a karácsonyi koncert előtti pár órában is még igyekezzünk a közösséget építeni, hogy testvér osztályok egymáshoz átmennek, megajándékozzák egymást kis produkciókkal, színesítik a napot, és hát ünnepeljük ezt a csodás eseményt. A mozgalmas felkészülés után pedig következik a karácsonyi koncert, amelyre minden szülőt és hozzátartozót szívvel vártak. Ők pedig jöttek is. Zsúfolásig megtelt az intézmény tornaterme, ahol minden évfolyam produkciókkal készült. Ahogy egyre idősebb gyerekek léptek fel, úgy változott az előadások jellege is. Érezhető volt a fejlődés és az, ahogy értek a gyerekek az évek előre haladtával.
Minden évfolyamból lesz produkció, és általában azért közösen szokták ezt a két osztály összefog, és együtt énekelnek egy szép karácsonyi dalt. A műsor kezdetén Szigeti Adrien igazgató, majd Mezei Zsolt alpolgármester köszöntötte a gyerekeket, pedagógusokat, szülőket. Az alpolgármester gondolatait szintén a nyitány előtt hallhattuk. Sokfajta dolgot végzek én ebbe a városban, rengeteg a feladat, rengeteg a munka, és nagyon jó esik kiszakadni ezekből a napi feladatokból, és mindig nagy örömmel megyek minden iskolába, hogyha meghívnak. Főleg a Móricz iskolának, ugye a városunk egyik legfontosabb iskolájáról beszélünk, és itt a mai karácsonyi műsor az biztos remek lesz, és nagy örömmel köszöntöm a nebulókat, illetve a tanáraikat ezen a mai rendezvényen. Bár ő maga nem a Móricz iskola tanulója volt, jó szívvel gondol az iskolai rendezvényekre, s magáénak tudja érezni azokat a gondolatokat, érzéseket, amelyek a móriczos diákokhoz köthetők. Én nem jártam a Móriczba, tehát nem voltam a Móricz iskola tanulója, de jó magam, hogy zeneiskolába jártam, annak idején, amikor kisfiú voltam, de közel áll hozzám a Móricznak a szemlélete, a Móricz iskolának az életvitele, a Móricz iskolai diákoknak a diák közössége. Nagyon nehéz szavakba önteni azt a hangulatot, amelyet az izgatott és büszke szülők teremtettek az előadás előtt. És persze akkor, amikor felcsendültek a hangszerek és elkezdtek énekelni a gyerekek, de a képek talán többet mesélnek. Kissé megkésett Mikulás vendégeskedett az útkeresés segítő szolgálatnál, de még itt sem érkezett üres kézzel. Az intézmény Bartók Béla utcai bázisán jártunk kedd délután, ahol ajándékok és meglepetések sokasága várta az ellátottakat. Papíron adventi játszóházba csalogatták a családokat az útkeresés segítő szolgálat központjába, ám a vendégeket meglepetés özön várta. Ajándékosztó ünnepség vált az eseményből, ráadásul a végszóra megérkezett a Mikulás is, hogy ő adja át a csomagokat, társas játékokat. Az ajándékosztó ráadásul minden gyerkőcnek személyre szabott, szép szavakkal kedveskedett. Kiváló hangulatú program, csodás varázslat kerekedett, amely apropóján Mészárosné Libor Ágnes intézményvezető azt mondta. Már hetek óta készültek erre az eseményre. Ebben az évben is elérkezett ez a csodálatos alkalom, amikor vendégül látjuk a hozzánk forduló gyerekeket és azokat a gyerekeket, akik a szüleikkel rendszeresen látogatják az intézményünket. Nem jöhetett volna létre ez a program kedves támogatóink nélkül, a Hankok, illetve Raduka Zsuzsanna képviselőasszony, aki rendszeres támogatója mind alapítványunknak, mind az intézményünknek. A Hankok jóvoltából társasjátékokat vásárolhattunk a gyerekeknek, és ezeket a kis ajándékcsomagokat ma, hát egy kicsit megkésett Mikulással, de sikerül a gyerekeknek átadni reményeink szerint. És nagy lesz a boldogság és az öröm, úgy a kollégáim, mind a gyerekek részéről. Hagyomány már, hogy a Hankok, ahol csak tudja, segíti a helyi közösségeket. Legyen szó adományokról, ajándékokról, vagy éppen felajánlott gumiabroncsokról. Roy Katalin gondolatait is hallhattuk az esemény alkalmával. Évek óta kapcsolatban vagyunk az útkeresés szolgálattal. Azt hiszem, hogy ők tipikusan azt a munkát végzik, amire rettentően nagy szükség van. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy minden gyereknek joga van a karácsonyhoz és a boldog Mikuláshoz, és hogyha segíteni tudunk egy picivel, az nekünk öröm. Településünkön az elmúlt hetekben több szervezet és közösség is kezdett adománygyűjtő, adomány átadó akciókba. Egy-egy ilyenről a Dunajváros online-on is olvashatnak az érdeklődők. Nagyon fontos mérkőzés várt a Dunajváros futszál felnőtt együttesére, akik hét elején fogadták az ELTE Beac együttesét a Rácsalmási sportcsarnokban. Tóth Árpád csapata igazi taktikai csata végén húzta be magabiztosan a 4-1-re végződő mérkőzést. Idei utolsó hazai mérkőzését játszotta a Dunajváros futszál csapata, amely az ELTE Beac gárdáját látta vendégül a Rácsalmási sportcsarnokban hétfőn este. Mivel a középmezőny rendkívül szoros, ezért óriási szüksége volt a mieinknek a 3 pontra, de ez igaz volt a vendégekre is, akik a forduló előtt a 3. helyen álltak a tabellán. Ennek megfelelően nem is született gól az első felvonásban. A fordulás után aztán kinyílt a gólzsák, egymás után értékesítette a helyzeteket a hazai együttes, szám szerint 4-szer. Erre pedig a vendégek csak 1-szer tudtak válaszolni, így alakult ki a 4-1-es végeredmény. A lefújást követően Tóth Árpád vezetőedző értékelt. Ez igazi rangadó volt, ugye amit mondtam, ebből a bajnokságban bárki megverett bárkit, de ugye az ELTE előttünk volt, sajnos az utolsó két meccset elrontottuk. Ugye nem sikerült annyi pontot szerezni, amit szerettünk volna, úgyhogy ez élet-halál harc volt. Egy igazi rangadó, fontos volt, hogy mi szerezzük meg a vezetést,
és azt gondolom, hogy onnan sikerült megnyerni a meccset. Mivel a szünetig nem született találat, ezért a második felvonásra koncentráltan érkeztek ki a csapatok. Tóth Árpád arról is beszélt, hogy a szünetben meg kellett nyugtatni a játékosokat. Kicsit le kellett higgasztani a csapatot, mert az első fél időben belementünk egy rohanásba, és benne volt az is, hogy mi is gólt kaphatunk. Ugye volt a helyzete az LT-nek is, nekünk is. Kicsit le kellett higgasztani, mert ugye ilyenkor viszi előre a szívőket. Megbeszéltünk mindent, hogy türelmesek legyünk, jönni fog a gól, szerencsére jött időbe is, és innentől kezdve azt gondolom, hogy az volt már, amit szerettünk volna. Ugye a szemüles kapról lőttetek 3 gólt, nagyon jól megoldották az 54-en védekezést. Igen, hétről hétre ugye próbáljuk gyakorolni, illetve megbeszéltünk mindent, tudta mindenki a dolgát, úgyhogy jól jöttünk ki belőle. Béni Zoltán, a vendégek trénere azt mondta, úgy álltak bele ebbe a mérkőzésbe, hogy tudták, valószínűleg az a csapat győz, aki kevesebb hibát vét. Ez egy darabig működött is, aztán persze tudjuk, hogy mi lett a vége. Azt döntött, amit gondoltunk, hogy a mérkőzés szólni fog, hogy ki fog kevesebbet hibázni, illetve kisebbet vagy nagyobbat hibázni. Ez a második fél idő közepéig, nagyjából nem emlékszem pontosan, mikor született az első hazai gól, ez működött, mi hibáztunk kevesebbet, vagy hát nem akkorát, amiből az ellenfél tudott volna gólt szerezni, akkor viszont egy akkorát, ami eldöntötte a mérkőzést, és onnantól kezdve nekünk kellett menni az eredmény után. Tipikus az a mérkőzés volt, ahol az első gól születik, az valószínűleg meg is nyerje a mérkőzést. Utána nekünk már csak küzdeni kellett, 5-4-hez tudtunk nyúlni, abból se jött be semmi, sőt, 3 gólt kaptunk belőle, úgyhogy megérdemelten nyert a Dunaújváros. A szakember is úgy értékelte, hogy igen szoros a bajnokság, így gyakorlatilag minden mérkőzés nyitott, minden meccs egy rangadóval ér fel. Ennek tudatában készülnek a bajnokság hátralévő mérkőzéseire is. Hát ugyanerre sajnos, tehát, hogy akinek itt egy jobb időszaka van egy hullámhegye, az kicsit nyugodtabb lehet, akinek van egy hullámvölgye, mint ahogy most nekünk 2 mérkőzés óta 2 vereségünk van, az annak nagyon össze kell kapnia magát, mert még a rájátszásról is lemaradhat. Ugyanerre számítok, tehát még nagyon kemény mérkőzésünk lesz, sőt a januárt, februárt nagyon megnyomja a versenykiírás, úgyhogy itt még harakiri lesz. A párharcról készült írásos összefoglalót a Dunaújváros online-on olvashatják le a Dunaújváros futsal drukkerei. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmeket, köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.